Gruber úr élete nagyjából három részre bontható egy bizonyos szempont szerint, és ez az egészség-betegség közötti választóvonal. Az első szakasz a gyarapodásé, az egészséges, szép éveké, amelynek eredménye egy szerető és összetartó, sikeres nagy család. A második szakasz a nem várt és megállapítást is alig nyerő betegségé. A harmadik szakasz ezek után kezdődött, az őssejtszaporító kapszulával, a reménnyel és komoly akaraterővel párosítva. De mi okozta vajon a bajt? Hát, ami utólag kiderült, a lánykor. És ami később kiderült a hónapok utáni vizsgálatból, hogy nekem a vegetatív idegrendszer támadta meg. Tehát alapvetően, és így a laboredmények által bizonyítva teljesen felborult az egész szervezetben minden, és elindult egy lassú leépülés, másnéven izomsorvadás. Most ez nekem, hát ha azt mondom, hogy tragédia, akkor semmit nem mondtam. Szóval egy olyan csapás volt, de nem szerettem volna beletörődni, és mind ahogy látni is, ez nem is következett be. Egyszerűen nem voltam, és voltam, mert ugye a szerencse mindig kell az ember életébe, és mivel volt egy sportásom, aki megemlítette nekem ezt az őssejt, étrend kiegészítőt, neki is volt a jobb melle és a tricepsze sorvadását, évek óta is, évtized óta ismerjük egymást, és ő ajánlotta, és hát most azt mondom, hogy bármit, bár megköszönhetném személyesen, mert volt egy időszak, hogy megpróbáltam kell, de hát feltételezem, hogy olyan elfoglaltságban olyan, hogy de ez kevés, szóval köszönet kevés. Mint beszélgetésünk helyszínén is látható, Gruber úr természetes közege az edzőterem. Az az edzőterem, ahol 30 éve nap mint nap megjelenik, és a hazai erőemelés fekvenyomás királyaként segíti a fiatalabb generációt a minél jobb eredmények elérésében. Gruber úr ma már remekül érzi magát. Ez azért is nagyon fontos, mivel igen sok embernek van szüksége ő rá, és azt hiszem, ő is emberfüggő. Nagyon sok emberre foglalkozok, tehát különböző nem és generáció van, nagyon sok embereket készítek fel világversenyekre, a saját köröm, meg bármi, tehát máshol, hát sokáig voltam master szövetségi kapitány, voltam junior szövetségi kapitány. Akkor voltam a BM-nek szaktanácsadója a belügyminisztériumnak, és én készítettem be, mert akkor volt fegyveresek között is vannak ilyen felmérések, ilyen vetélkedés, vagy teljesen mindegy, hogy nevezzük. És ezek le is kötöttek, hála Istennek, még a később a nyugdíjas korban is. Én nem az ablakba ürő típus vagyok, aki szemléli a időjárást. Én este 11-12-kor fekszem, és hajnal 5-kor kelek. De ez nem szemrehányás, ez nekem öröm, és még szerencsére, és szerencse, hogy ilyen helyzetbe kerülhettem, hogy hát nem is tudom, hogy ennélkül mi történt volna, szóval ezt nem is szeretném, mert nem ajánlom a... Szóval is nem kívánnám a ellenségemnek azt, ami akkor volt, azt a helyzetet. Főleg egy olyant képzeljenek el, aki nem ehhez van, aki szétrobban az erő energiától. Egyszerűen csak edzés a család és a pihenő kikapcsolódás csak ezt teszi ki. 1968. februárja óta vesz részt versenyeken a szövetség által, úgy hazai, mint nemzetközi szinten. Ennek természetesen megvolt és meg is van az eredménye. 120-130 kupa és serleg, valamint 400 érem bizonyítja ezt. Hát szerintem Guinness könyvben nézhetnének, hát nem sikerült még összehozni ezt a dolgot, hogy nincs, nem hiszem, hogy van. Mert bármilyen versenyen elindítottam, mindig dobogon voltam. Tehát bármelyik versenyen, mindig a dobogon valamelyik fokára föl tudtam állni. A dobogon állni csodálatos dolog lehet, főként, ha ez többször is előfordul egy ember életében. Ehhez képest valóban tragédiaként érhet bárkit, ha az ágyból is nehezen tud kiszállni. Az első az volt, hogy egy erőléti, tehát egy erőszint csökkeni, de iszonyatos gyorsan megölöd egy gyengítő folyamat.
Hát nem tudtam, nem csak edzeni nem, hanem a kihíváskor, tehát versenykor se tudtam azt teljesíteni, amit egy hónappal ezelőtt, ha bármikor, ha álmomba fölkeltenek is tudtam volna. Csak akkor ilyen bármilyen vizsgát volt, egyszerűen nem tudtak rájönni, hogy mi történt velem. És ez tartott hónapokig, amíg szószorosan 18 kilót fogytam. És ez izomból. Ezt mondhatom, 112 kilóban mérlegeltek utolsó versenyen, és most is olyan 94-95, de nagyon jó érzem, hála Istennek, tényleg jó érzem magam úgy, hogy olyan kondícióban, tehát erőlétben is, és mind bármi a napi folyamakon. Ezen a romló helyzeten tudott változtatni az ősejtszaporító kapszula. Mivel hogy volt vérnyomás, pulzus probléma, akkor hát csak mondjak egyet, a vércukor 21,9, aki ebbe van, tehát aki diabétes, az tisztában van inzulinos, hogy mi ez. És nem voltam hajlandó végül az inzulinra belemenni, és ma már 4-3, csak a cukrot említsem. Nincs ritmuszavar. Nincs magas vérnyomásom, megfelelő a pulzusom, még edzés közben, edzés után is. Tehát a terheltségnél, tehát nincs a pihenő és a terheltség utáni szakaszban nincs olyan eltérés, csak ami természetes, tehát a velejárója a terheltségnek. Gruber úr 3 kúrát csinált végig az ősejtszaporító kapszulával. Vendéglátónkat sokan ismerik, és látják a változásokat. Én voltam, én élő példa voltam, ővelük találkoztam. Nem egy sportással, sőt, egyesületen, meg különböző helyen, akik voltak, és látják, hogy ez valós. Tehát ez nem az, hogy én ráfogom arra is, mint van a média reklámban, hogy na fogyjál velem, így néztem ki, mert így nézek, hát hagyjuk ezt, jó? Ez tényleg. És még fogom, mert érzem, hogy nem az, hogy szükségét, hogy szerintem még a erőlétet, még megmondom őszintén, az elvárásom az magam felé, hogy 70 éves korban is legyek világbajnok. Minden korban voltam, meg korcsoportok is voltak, még ez az, nem mással, magammal szemben ez az elvárás.